Egy visszatérő kérdés, és rengetegszer különböző formában megjelenik ez a probléma, hogy miért mondom azt, hogy Jézus Krisztus egy kitalált személy, és hogy a kereszténység egy pogány vallás. Jézus Krisztus úgy, ahogyan a keresztények elképzelik, soha nem létezett. A keresztény Jézus Krisztus maga az antimessiás az írásba. Az a karakter, aki eltörli a törvényeket, és Istenként jelenik meg, ez maga az antimessiás. Ezt mindenkinek nagyon egyszerű kellene, hogy legyen, hogy megértse. Az, aki törvénytelenséget hirdet, és Istenként jelenik meg, az maga az antimessiás. Erről szól maga az írás számtalan fejezete. Ez a probléma a keresztény karakterrel, akit Jézus Krisztusnak hívnak. Ez soha nem létezett, és ő az, aki a törvénytelenséget elhozta a világba. Természetesen létezett egy megváltó, azonban, hogy az nem volt fehér, és nem úgy jelent meg, ahogyan a keresztények azt elképzelik, az 1000%. A megváltó soha semmit nem tett a törvény ellenében, és soha nem mondta azt, hogy ő Isten, és hogy nekünk őt kellene szolgálnunk. Mindig az Atya dicsőségét hirdette, és azt, hogy minden, amit tesz, az az Atyától való. Minden hatalmat, minden beszédet, minden szót, minden törvényt, minden parancsolatot, mindent az Atyától kapott. A dicsőség az Atyáé, ezért jött el. Az igazi messiák, az igazi úgymond felkent, az igazi megváltó, Jehusá HaMásiák, a héber izraelita megváltó soha nem hirdette azt, hogy ő azért jött, hogy a törvények azután már ne legyenek érvényben. Soha nem azért jött, hogy azt mondja, hogy ő Isten a Földön, vagy hogy ő Isten, és hogy nekünk őt kellene szolgálnunk. Azért jött, hogy az Atya dicsőségét elhozza a világra, hogy megmutassa az Atya karakterét, elhozza az ő beszédeit, az ő szavát, az ő írását, az ő törvényeit, hogy megtérésre szólítsa fel az embereket. Az a téves tanítás, és az a hiedelmek, és azok az emberi tradíciók, amik aztán később elterjedtek, mint kereszténység, és erre a hosszúhajú fehér karakterre épülnek, mint Isten a Földön, vagy mint Isten ilyen vagy olyan formában, az sajnos ugyanolyan pogány tradíció, mint bármelyik más. Létezett egy megváltó, én hiszek a megváltóban, Jehusá HaMásiák a neve, és héber volt, és izraelita, és a törvényeket hirdette azt, hogy a megtérés csak és kizárólag a törvények betartásán keresztül működőképes, különben nem megtérésnek, hanem csak hitnek, mondjuk a hit cselekedetek nélkül halott. Ő azt mondta, hogy térj meg, higgy, és élj úgy, és cselekedj úgy, ahogyan ő cselekedett, ahogyan én cselekedtem, ezt mondta. És soha nem mondta azt, hogy ő azonos Istennel. Úgyhogy ez a probléma a keresztény hiedelmekkel, a keresztény tanítással, és a keresztény Jézus Krisztus, a Jézus Krisztus egy pogány név, egy pogány kifejezés az, hogy Krisztus, Jézus pedig egy pogány név. Soha nem hívták így, egy nevet nem kell lefordítani, a nevet viszont tudnunk kell. És tudjuk, hogy mi volt a neve, és tudjuk, hogy mi volt a teremtő neve, és mi a teremtő neve. Tudjuk, hogy ez a név a tetragrammaton, hogy ez négy betű, hogy ez Yahua. Tudjuk azt, hogy a megváltó neve az, hogy Yahua megmenti népét. Yahua megmenti népét, ez úgy van, az, hogy Yahua megment, úgy van, hogy Yahusha. Így van héberül. Ezért tudjuk, hogy a név Yahusha, és nem Jézus, ami egy görög pogány kifejezés. Egy nevet nem kell lefordítani más nyelvre. Egy névnek van jelentősége a héberben. Ezért használjuk ezt a kifejezést. Ezért nem használjuk a pogány kifejezéseket, mint Úr, mint a magyar pogány kifejezés. Isten, vagy Jézus, vagy az összes többi. Vagy Krisztus. Úgyhogy ez az egyetlen probléma a kereszténységgel. Viszont ez egy hatalmas probléma. A megváltó nem volt, és nem Isten a Földön. A kettő nem egy és ugyanaz.
nem lehet egy és ugyanaz, hiszen ezt egyszerű kideríteni, hogy miért nem, de ez egy későbbi dolog. Úgyhogy én hiszek a megváltóban, én hiszem, hogy a Hussá másiák a mindenható felkentje eljött azért, hogy megmutassa, hogyan kell élnünk. Ő volt a szó, a teremtő szava a Földön, az ő üzenete az emberiségnek. Ő volt az az angyal, aki végig kísérte az izraelitákat az Ószövetségben, ő volt az, aki megjelent, mint ember köztünk járt, ő volt az, aki meghalt, és feltámadt, és most, mint egy mennyei főpap, a teremtővel van, Jahuával, az atyával, és közben jár a mi bűneinket. De nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy eltörölje a bűnt. És ez két külön fogalom. A kereszténység egy pogány tradíció, ami a katolikus vallásból, a katolicizmusból ered, ugyanúgy, mint az összes többi kereszténységen belüli téves tanítás. A hetednapi adventista ugyanolyan téves, mint a Jehova tanúja, vagy a református, vagy a protestáns, vagy a baptista, vagy az összes többi. Teljesen mindegy. Nem az emberek rosszak, hanem egyszerűen félre vannak vezetve az igazságot. Ki kell kutatni, ez a lényege. A kereszten levő karakter, Jézus Krisztus, az, hogy az emberek a kereszten nyakukban járnak, meg hogy ebben hisznek, az egy óriási probléma. Elveszi a figyelmet és a dicsőséget az atyától, aki az egyetlen élő Elohi, akinek csak és kizárólag a dicsőség járna. Ez a probléma a kereszténységgel. Azon kívül, hogy törvénytelenséget hirdetnek. Teljesen mindegy, hogy egy vagy két törvényt nem tart be valaki, vagy azt mondja, hogy egy vagy két törvényt nem kell betartani, vagy százat. Ezért mondja azt az írás, hogy amennyiben ölsz, de vagy amennyiben nem ölsz, de házasságot törsz, akkor ugyanolyan bűnös, hogy teljesen mindegy. Ez a probléma a kereszténysége. Egyetlen egy törvény, én azt gondolom, én azt hiszem, hogy egyetlen egy törvény sincs eltörölve. Teljesen mindegy, hogy melyik az. A megváltó eljött, hogy megmutassa nekünk azt, hogy hogyan kell élnünk, hogy mi az út, nem hozzá, hanem az atyához. Ő az út, ő nem maga a cél, ő az út az atyához. Ezért jött el. Ő nem azonos az atyával. Hogy is lehetne azonos? Ha azonos lenne, akkor azt mondta volna, hogy én az vagyok. Soha nem mondta ezt. Az, hogy a fordításban hogy jelenik, vagy hogy az ember meg, vagy hogy az emberek hogy értelmezik félre, az egy másik dolog. Meg kell értenie mindenkinek. Én hiszek a megváltóban, és én azt mondom, hogy a Jahusha HaMashiachba vetett hit által üdvözülünk, és a hit cselekedetekben nyilvánul meg, és egyetlen élő Elohim van, és ő az Atya. És hozzávezet az út a fián keresztül, aki Jahusha HaMashiach, aki lejött, aki nem azonos vele, hanem egy vele, egy egységet alkot, ez nem ugyanaz. Úgyhogy ez az egésznek a lényege. Aki azt mondja, hogy Jézus Isten, és hogy ő eltörölte a parancsolatokat, ugyanezt mondta az ellenség a kertben, nem? Pont ugyanezt. Ki az, aki törvénytelenséget hirdet? Ki az, aki a minta képe a törvénytelenségnek? Ő az ellenség, Satán. Ő az, aki törvénytelenséget hirdet. A keresztény Jézus Krisztus azonos az ellenséggel. Ezért mondja, hogy az egész világot megtévesztette. A 2,5 milliárd keresztény bele tartozik az egész világba, aki tudatlanságában az ellenséget szolgálja. Az ellenség az, aki törvénytelenséget hirdet. Ezért mondtam azt, hogy a keresztény Jézus maga az antimessiás, hiszen az az, aki egy, Istenként áll az emberek elé, kettő, törvénytelenséget hirdet. Ő az. A világ szeretetét hirdeti, azt a feltétel nélküli szeretetet, az elfogadás, hogy mindenkit szeret Isten, hogy ő mindenkit szeret, mindenkit elfogad törvények nélkül, és ő Isten. Ez maga az antimessiás. És akinek a teremtő megadja a lélek, a ruach erejét, az meg fogja ezt érteni. A többi pedig soha nem fogja megérteni. De én azt szeretném, ha mindenki megértené, mert ez egy nagyszerű dolog, mikor rájön az ember az igazságra. Még akkor is, ha fáj, hogy egész életén át volt verve. Úgyhogy remélem, hogy ez érthető a megváltóval kapcsolatban. Jahusha HaMashiach az igazi megváltó. Aki eljött azért, a Mesiák, a felkent, hogy megmutassa az utat, hogy áldozat legyen mindannyiunkért, és elvezessen minket az egyetlen élő Elohimhez, aki az Atya, Yahuwah. Mindenkinek a legjobbakat is, halleluja!